nagyon nehezen fogad el a piaci árakat. Tehát a legnagyobb problémája a sütőiparnak, hogy az alapanyag oldalon jelentkező árváltozásokat nem tudja a kereskedelem felé, vagy a saját üzleteiben sem a fogyasztók felé érvényesíteni. Példálozhatunk a nyugat-európai árakkal, de amíg a nyugat-európai bérekkel nem tudunk példálozni, addig nem tudunk nyugat-európai kenyér meg péksütemény árakat érvényesíteni. A másik lehetséges mód, ami itt elhangzott hozzászólásokban is, hogy olyan minőségi pékárukkal megjelenni a piacon, amire egy bizonyos rétegnek van fizetőképes kereslete, és ott egy jobb árat lehet érvényesíteni. Ugye mi a saját területünkön ezt célozzuk meg, hogy olyan termékkel megjelenni a piacon, ami nincs másnak, és itt könnyebben lehet talán egy versenyképes árat érvényesíteni a vásárlók felé. Nagyon sokan a saját üzlet, vagy a saját partnereikhez, nem saját üzleteikbe tesznek be kemencét. Nem tudom a számát, de jelentős számú közepes nagyságú pékség foglalkozik fogyasztott pékárúval, amit megpróbál a saját szakboltjaiba frissen sütve értékesíteni. Ezzel egyrészt helyettesítő terméket is terem, tehát mondjuk a kakaós csigát már nem frissen sütve viszi a pékségbe, vagy az üzletében nem fogyasztva, de megpróbál ezzel nyilván más vevőket is besorogatni és egy kicsit szélesíteni a kínálatát. A friss pékárú ára nem bírja ki, hogy ezt nagy távolságra szállítsák, illetve a szállítási idő a termék előregedését jelenti. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk elég jelentős exportunk van, de fagyasztott pékárúból van exportunk. Elsősorban Horvátországból egy saját leányvállalatunk van, és a saját leányvállalatunk értékesíti Horvátországban fagyasztott termékeinket, hasonló szisztémában, mint Magyarországon is. Nincsenek fiatal hozzáértő pékek, ahol a családi tradíciót nem viszik tovább, és apáról fiúra nem száll a szakma és a szakma szeretete, ott nincs az a, nem tudom mennyire szabad ilyet mondani, de ma akik elmennek a szakmunkásképzőbe sütőipari szakmát tanulni, hát ők nem a jó képességű gyerekek, hanem a gyenge képességűek. Nálunk azért matematikát ismerni kellene, mert minden százalék lisztre vetít, egy százalékban van megadva, kreatívnak kellene lenni, ehhez sajnos elég gyenge az a tanuló anyag, ami bekerül a szakmunkásképzőbe. Mi viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk ma még, mert vannak ilyen 35-40 év körüli fiatalnak mondható pékjeink, akik nálunk nőtek fel és nevelődtek ki, és van egy öreg szakink, aki a szakmai tapasztalatot átadja, de ezek az öreg szakik, és ez nem hiszem, hogy csak a pék szakmában probléma, hanem szerintem a lakatostól kezdve bárhol. Mondhatjuk, ha ezek kihalnak, vagy kiöregszenek, nyugdíjba mennek, akkor bizony lesznek gondok a szakember utánpótlásban.